Fagykár a nagypunsági gyümölcsösökben, több pályázaton is részt vesz Berekfürdő, Konyhakert program 2021. Jó estét kívánok! Önök a nagypunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 13-án 18 óra 5 perckor. Komoly károkat okozott a fagy a gyümölcsösökben. A nagypunsságban van olyan barack ültetvény, ahol a termés 100%-a elfagyott. A fagykár pontos mértékét csak napok múlva tudják pontosan megállapítani a termelők, így félő, hogy az első becsléseknél is nagyobb lesz a terméskiesés. Ez pedig a tavalyihoz hasonló dráguláshoz vezet. Ezekben a picike kis bimbókban bízunk még. Ha már az időjárásban nem tudnak a nagykunsági termelők. A húsvét utáni havazás, a hajnali fagyok megtizedelték a gyümölcsösöket. Idén is készültünk a fagyos éjszakákra. A tavalyi tapasztalatok alapján volt gyertyánk és füstöltünk is, és természetesen az öntözésre is gondoltunk. Az első éjszakát azt ismét sikerült túlélni. Néztük a bimbókat, és azt vettük észre, hogy nem fagyott meg minden, de aztán azóta már két hajnalban is volt mínusz sok fok, és ezt egy termelő tudja, hogy már nem lehet kivédekezni. Tehát nincs az a füst, nincs az a víz, és nincs az a fagyvédelmi gyertya, ami tud segíteni ezen az időjáráson. Két-három fokot lehet segíteni, és lehet abban bízni, hogy ami még be van csukódva bimbó, az talán túléli. De már olyan régóta hideg van, most az előbb is a forgatást abban hagytuk, mert elkezdett szakadni a hó és a jeges eső. Tehát olyan régóta hideg van, múlt hét vasárnap óta, hogy ami még össze van csukva a bimbó, az is megfázhat. És nem most fogom látni, hogy mi a fagykár, hanem amikor majd melegebb lesz, jó idő lesz, akkor fog hirtelen lebarnulni, ilyen nyálkás lesz az egész, és eldobja a virágot a fa. Az Agrártárca azt javasolja a gazdáknak, hogy az országos tűzgyújtási tilalom ellenére tűz- és füstképzéssel védjék a már virágzásnak indult ültetvényeiket. Ez a fajta védekezés ugyanis mentességet jelent a tilalom alól. Bírnánk kevesebb ér is, tehát hogyha felinyért kéne venni, az sokkal jobb lenne. De szerintem nem lesz ilyen már most. A kevesebb termés pedig áremelkedés jelent. Tavaly is elvitte a barack javát a tavaszi fagy, ennek a veszélye idén is fennáll. A mínusz 4-7 fokos fagyban elsősorban a kajszi barack, az őszi barack károsodott, ami egyértelműen sajnos már kimondható, hogy nagy mértékben, illetve legtöbb helyen 100%-ban károsodott. A cseresznye megy ültetvényekben, gyümölcsösökben. A kártétel úgy mutatkozik, hogy 20-40% között mutatkozik első látásra. Néhány nap múlva pontosabban meg tudjuk mondani, milyen a kártétel mértéke. Ez a 20-40%-os kártétel elsősorban abból adódik, hogy a talajmentétől mennyire volt a fagyos időszak, illetve a fagyos rész, illetve milyen magasságba következett be a szélcsendben, és a védekezés hatására mennyit tudtunk megmenteni a gyümölcsösből. Azt lehet mondani, hogy még ez a kártétel, ami most fagyként jelentkezett, nagy mértékben korrigálható növényvédelmi ungafolyamatokkal, elsősorban a moníliás betegségek elleni védekezéssel, valamint a megmaradt virágok, illetve terméseknek a táplálásával, amit elsősorban lomtrágyával tudunk pótolni a növény számára. Tehát summázva az eddigieket, a kajszi barack, őszi barack teljesen elfagyott, a cseresznye megy 20-40%-ban károsodott. Néhány helyen lehet még ennél nagyobb kártétel is 70%-ig, sajnos, de ez azt jelenti, hogy a mértéke a kárnak néhány nap múlva lehet pontosítani, meg felmérni, illetve akkor a világkárosodást már meg tudjuk mondani, mert a bibe, hogyha károsodott, akkor nyilván nem lesz termés. A karcagi piacon is inkább a magyar árut keresnék a vásárlók. De amíg nincs szezonja hazai gyümölcsnek, addig a mandarint, banánt, narancsot viszik. Hát ahogy elnézzük ezt a jó időt, szerintem barackból nem sok bajunk lesz, tehát nem hogy befőtt nem lesz, hanem pálinka se.
meg szerintem még a többiből is elég nagy baj lesz, ahogy így figyelem, mert már lassan már a cseresznye is megy, és kezd már majd virágozni. Hogy mekkora károkat okozott a fagy, azt csak a tavaszi időbe köszöntével tudják felmérni a gazdák. Ugyanakkor az Agrártárca arra kérje a termelőket, hogy pontosan mérjék fel a károkat, mert idén is számíthatnak a kármentesítési alap támogatására. Molnár Jánossal, Berekfürdő polgármesterével arról beszélgettünk, milyen pályázatokban vesz részt a község. A polgármester televíziónknak adott nyilatkozatában elmondta, hogy hamarosan, bízva a pozitív elbírálásban, a faluprogramos pályázatok fognak beindulni. Jelenleg futó nincsen. Most faluprogramos pályázatok fognak beindulni. Néhány, jelenleg futó nincsen. Olyan van, amit nemrég fejeztünk be, illetve most fogunk megpályázni azzal a reménnyel, hogy pozitív eredménye lesz, tehát nyerni fogunk. Ezek a magyar faluprogramos pályázatokon belül a legjelentősebb talán két külön-külön, körülbelül 10 millió forintos beruházás, amire tudunk pályázni. Az egyik az útfelújítás, útjavítás. Erre szinte minden pénz kevés, de ennek is nagyon örülnénk, hogyha ezt a 10 millió forintot megnyernénk, és abból legalább egy útszakaszt fel tudnánk újítani megint. Illetve egy ugyancsak 10 millió forintos keret összegre lehet pályázni, az pedig nagyon valószínű, hogy a művelődési házra tudnánk fordítani. Ott is ennek többszörösét el tudnánk költeni észszerűen hasznosan, de ha ezt megnyerjük, ezzel már egy nagyot tudnánk előrelépni. A továbbiakban arról szólt, hogy a pályázati lehetőségeik köz szerepel még járdafelújításra kérhető, maximum 2 millió forint összegű anyagköltség, valamint a közművelődésnél igényelhető bértámogatás. Ugyancsak a magyar faluprogramos pályázatok között van még olyan, hogy járdafelújításra anyagköltséget lehet maximum 2 millió forint összegig pályázni. Aztán van egy olyan pályázati lehetőség, ami közművelődésnél lehet bértámogatást pályázni, az egy kisebb összeg, de azt is szeretnék megpályázni. Illetve még egy lehetőség kínálkozik, az pedig eszközökre lehetne pályázni. Tehát ezek, amik most kilátásban vannak, bízunk benne, hogy ezek jók lesznek. Ezek a magyar faluprogramos pályázatok. Van még egy ugyancsak útfelújításra az államkincstárnak egy pályázati kiírása. Ezt is beadtuk, ezt a pályázatot. Izgalommal várjuk az eredményét. Sári Kovács Szilvia alpolgármester, a legszebb konyhakertek program ötletgazdáját kérdeztük az idei programról. Erre az évre kiemelt témát nem tervezett. A program szlogenje a hűség, a kitartás és a szorgalom. Szorgalmasan műveljük a kertünket, tartsunk ki, bármilyen nehézség következik be, és legyünk kitartóak, hűségesek kertünkhöz, műveljük azt, ezzel mindenkinek példát adunk, fogalmazott Sári Kovács Szilvia. Erre az évre tulajdonképpen nagyon nagy kiemelt témát nem terveztem, pontosan azért, mert nem tudtam, hogy mit hoz ez az év, főleg a vírus szempontjából nem tudtam, bár az időjárás is most hozta magát, úgymond, minden rosszal, jóval megtréfált bennünket. Tehát ebben az évben én külön kiemelt témát nem fogalmaztam meg számukra, egy szlogent fogalmaztam meg, ami úgy gondolom, hogy mindenki számára követendő, és mostanság nagyon aktuális is, ez a hűség, kitartás és a szorgalom. Pontosan azért, hogy szorgalmasan műveljük továbbra is a kertünket, tartsunk ki, bármilyen nehézség következik be, és bármilyen nehézség adódik. Erre most példát kaptunk ezen az elmúlt héten, és az előtti héten is, úgy gondolom mindannyian. És legyünk kitartóak, és legyünk hűségesek a programhoz. Elsősorban a kertünkhöz, műveljük a kertünket, és a programhoz is, azaz, ha műveltük a kertünket, akkor nevezzünk a programban, mutassuk meg, hiszen nagyon sok mindenkinek példát adunk ezzel, az elmúlt évek ezt igazolják.
Az elmúlt években körülbelül 23 ezer kertet mentettek meg a programmal. Karcagon is egyre több kertes van. Vannak, akik lemorzsolódnak, sajnos vannak, akik távoznak tőlünk örökre, de az ő emlékük tovább él azonban az emberekben, akik példájukon kezdtek el kertészkedni. Szerencsére egyre többen vagyunk, nyilván vannak, akik lemorzsolódnak, és sajnos vannak, akik távoznak tőlünk örökre. Én úgy gondolom, hogy az ő emlékük tovább él a kertben, illetve azokban az emberekben, azoknak a törekvéseikben, akik az ő példájukon kezdtek el kertészkedni. És ez tényleg így van, hogy mindig vannak újak, és mindig vannak régiek. Elindult az idei program. Sárikovács Szilvia vár minden tavalyi jelentkezőt és sok új kertest, mert szeretné, ha a százas bűvkör közelébe kerülnének, ahogy ez máshol már megtörtént. Én mindenkit megkérdeztem, illetve fölhívtam mindenkinek a figyelmét arra, hogy a program elindult. Küldtem is egy levelet minden drága kertesemnek egy ajándékmagcsomaggal, hogy legyen mit elvetni. Remélem ebben az időben most már azért erre is sor kerülhet. És várok minden tavalyi jelentkezőt, és természetesen nagyon sok új jelentkezőt is várok, hiszen szeretném, hogyha a Karcag már végre egyszer a százas bűvkör közelébe kerülne, és lenne olyan nagyon sok jelentkezők, mint Gutorföldén van 114 kertnevező. Én bízom abban, hogy egyre többen kapnak kedvet a kertészkedéshez, és hogyha már kertet művelnek, akkor jelentkeznek is. Igazság szerint a határidő az június 15-e, de nagy határidő tulajdonképpen nincs, mert hogyha valaki július 3-án jut odáig el, hogy nevezze a kertjét, nagyon szívesen fogadom azokat a nevezéseket is. Itt adja a lényeg, hogy minél többen legyünk, és minél többen mutassunk példát. Azért a határidőt igyekezzünk tartani, hiszen mi majd a kertek bejárását, a szemlézést, a beérkezett, addig beérkezett kertben tudjuk majd ütemezni és megtenni, és én biztatok mindenkit arra, hogy minél hamarabb adja a jelentkezését, hiszen így fogunk tudni majd praktikusan tervezni a tavasz és a nyár folyamára. Jelentkezni lehet az újságban meghirdetett, illetve az újságban közzétett jelentkezési lapon, de a polgármesteri hivatalban és a falugazdász irodában is találnak jelentkezési lapokat. Ha valaki nem akarja ezt személyesen intézni, megteheti e-mailben, megteheti telefonon nálam. Én úgy gondolom, hogy kicsi a város ahhoz, hogy ne kerüljük el egymást, és megtaláljuk egymást a kertek ügyében, és én biztatok mindenkit arra, hogy így vagy úgy, de jelentkezzen a kertjével. Szerinte nagyon sok gyönyörű kertet művelnek, gondoznak Karcagon, mégis kevesen neveznek a versenyre. Őket szeretné megszólítani, biztatni arra, ne szégyellősködjenek, ne óckodjanak, vegyék a bátorságot, és legyenek annyira büszkék a kertjükre, hogy benevezik és megmutatják. Az a tapasztalatom, hogy nagyon sokan gyönyörű kertet művelnek, gyönyörű kertet gondoznak, de mégsem neveznek. Én őket szeretném most megszólítani és biztatni arra, hogy ne szégyellősködjenek, ne ózkodjanak, hanem vegyük azt a bátorságot, és legyenek annyira büszkék a kertjükre, hogy benevezik és megmutatják, hiszen méltán lehetnek erre büszkék, egy életmunkája van benne, de biztos, hogy nem egy-két éve kertészkednek, de tegyék az bármennyi éve is, mutassák meg, és bármilyen kert példa lehet mások számára, hogy igen, lehet otthon konyhakertet művelni. Ebben a vírusos időszakban még nagyobb a jelentősége van a kertészkedésnek. Egy családi ház udvara jó mencsvár a bezártság ellen. Jó lehetőség arra, hogy értelmesen a szabadban töltsük el a szabadidőnket. Ebben a vírusos időszakban ennek most még nagyobb a jelentősége, hiszen majdnem egy éve vagyunk úgymond bezárva kisebb-nagyobb megszakításokkal, és bizony egy családi ház, az udvar adta lehetőség, nagyon jó mencsvár a bezártság ellen, és nagyon jó lehetőség arra, hogy értelmesen a szabadban töltsük el a szabadidőnket. A vírushelyzetben az iskolák, óvodák tavaly is fantasztikusan helytáltak, hiszen a dajkanénik, az óvónénik meg a szülők utána a gyerekek szépen gondozták a kertet. A programigazgató bízik abban, hogy bár most nincs iskola, óvoda, de megnyílnak a kapuk, sok intézmény csatlakozik a programhoz. Tavaly is nagy félelmünk volt, hogy mi lesz az óvodákkal, iskolákkal. Az óvodák fantasztikusan helytáltak, hiszen a dadusnénik, az óvónénik, meg a szülők is, és utána a gyerekek is szépen gondozták a kertet.
területet, és tulajdonképpen maradéktalanul helytáltak és részt vettek a programban. Az iskoláknál nagyobb volt a törés, főleg a középiskolák tekintetében volt ez érezhető. Én bízom abban, hogy ez az év nem tántorít el senkit attól, hogy a konyhakertet művelje, és bár nincs iskola, nincs óvoda, de én úgy gondolom, hogy megnyílnak majd a kapuk, és a lehetőség is arra, hogy a kertet műveljék, és én bízom abban is, hogy ebben az évben is nagyon sok óvodánk, iskolánk lesz, ahogyan az elmúlt években mindig is volt. Egyre több iskola alakít ki iskolakertet az udvarán, vagy pedig egy távolabb eső területen. Én biztatok mindenkit arra, hogy ha csak teheti, és nyilván nem csoportosan, de azért menjen és művelje azt a kertet, oldják meg valahogy ezt az átmeneti időszakot, és én nagyon-nagyon várom majd ezeket a szép óvodaiskola kerteket. A nevezett kertekről várják majd a szervezők a fotókat, mert nem biztos, hogy jelen helyzetben a zsűri személyesen nézi meg azokat két alkalommal. Kérek mindenkit, hogy fotózza a kertjét, és ezen az átmeneti időszakon ilyen módon essünk túl. Még egyszer hangsúlyozom, hogy az óvodák, iskolák nagyon szép számmal törtek előre az elmúlt években a részvételt tekintve. Én bízom abban, hogy ez a töretlen lelkesedés nem fog lankadni, és én kívánom azt, hogy kitartóan tudják átvészelni ezeket a nehéz időszakokat, és az a kert nem maradjon megműveletlenül. Valami utómódon én úgy gondolom, hogy meg lehet ezt oldani. Biztatok minden gyereket arra, hogy egy kis szabad ideje van, akkor ne csak focizzon, bár az is nagyon fontos, mozogjon a levegőn, de azért a konyhakertet is művelje. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcaktv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!